Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Már az év első fele is kiemelkedően alakult turisztikailag, de a szakértők szerint még csak most jön a java. Ezzel is foglalkozunk ma, íme a teljes kínálat. Biztosítsuk magunkat, nyáron az utazás és a viharkárok miatt is fontos. Évértékelés, 20-szor intézkedtek az iskolaőrök a tanévben. Master Gudnyír Kércs, hétfőn írták alá a megállapodást. Pörög a turizmus, kiemelkedő lehet a következő két hónap is. Együttműködési megállapodást írt alá a Master Gud cégcsoport és Nyír Kércs község önkormányzata. A cég ezzel a településen élő vagy gazdálkodó embereken segít, a gabonát tőlük a mindenkori piaci ár fölött veszi meg. A társaság célja a 3000 forint per tonna extra felárral, hogy az ott élők gazdasági értelemben is biztonságban érezzék magukat, valamint hogy kifejezzék, a Baromfi Kóp a jövőben is hosszú távra tervez. Egész életemben nem féltem, főleg a munkától nem, kezdte beszédét Bárány László, a Master Gud cégcsoport tulajdonosa. Heteken belül 30 éve, hogy a Baromfi Kóp Kft. Nyírkércsre települt. Innen datálódik a Master Gud születése. A kezdeti 5 munkavállalós vállalkozás az idők folyamán egy európai méretű agrár-élelmiszeripari intézménnyé vált. Miután innen indultak, azt gondolták, egy ilyen mérföldkövet illik illő módon megünnepelni. Hiszen, ahogy a cégcsoport tulajdonosa fogalmazott, aki nem emlékszik honnan jött, az nem tudja merre tart. Miután innen indult a vállalkozás, azt gondoltuk, hogy ezen a településen és majd sorba a környék településein az itt élők, a földből, a gazdálkodásból élők részére biztosítunk egy olyan előnyt, ami egy kicsit érzelmi alapon is jött, és kézzelfogható pénzügyi valóságtartalma is lesz. Ezekben a településekben nagyot fejlődött nem csak a cég, hanem maga a település is. Ehhez részben mi is hozzájárultunk az iparűzési adókkal, a foglalkoztatásunkkal. Sok településen, így Nyírkércsen is segítettünk az infrastruktúra megújításában. Tulajdonképpen az együttműködésünknek egy hosszú távú tartalmi része következik most. Ezt írásban is meg fogjuk erősíteni, és hogy ha már a pénzről szó esett, azt ígérjük, és amit mi ígérünk, azt be is tartunk, hogy a településen élők, vagy itt gazdálkodó emberektől a gabonát a mindenkori piaci árak fölött fogjuk megvenni, 3000 forint plusz tonna extra felárat fogunk adni. A célunk az, hogy akik itt élnek, azok gazdasági értelemben is biztonságban érezzék magukat. Akik vezetik a települést, azok lássák és érezzék azt, hogy a Baromfi Kóp Kft. Az egy hosszú távra berendezkedő cégcsoport, hisz nem csak a fiaim, de már az unokáim is ide járnak nyári gyakorlatra, úgyhogy ennek a jövőnek az érdekében teszünk most egy határozott lépést. Bárány László hozzátette, egy vállalkozásnak és egy településnek mindig összhangban kell működnie. Az elmúlt 30 évben mind a kettő nagyot fejlődött. Többek között az infrastruktúra megújítását is segítette a cégcsoport. Ebben az évben a 30 éve, hogy a Baromfi Kóp Kft. Nyírkércsen a megyében első helyen megalapította az irodáit, a telephelyeit, és tulajdonképpen innentől datálódik a Master Gud cégcsoportnak tulajdonképpen a születése, és ez a 30 év, ez egy folyamatos együttműködésben telt el az itteni cégcsoporttal, és hát ennyi év után érett meg, úgy gondolom, az együttműködés, amelynek a mai napon írásban is formát fogunk ölteni. A cégcsoport családi vállalkozás révén nagyon közel áll az emberekhez, és a tulajdonos ügyvezető mindig elmondja, hogy nagyon sokat köszönhet a kércsi embereknek, mert az ő segítségükkel tudott a vállalkozása nagyjá fejlődni, és a támogatásukat azt 30 éve folyamatosan érzi a település, a legnagyobb adózónkról van szó, adományokkal, különböző támogatásokkal segíti a települést. A mostani együttműködési megállapodás ennek ad egy keretet,
és bár egy része még számomra is ismeretlen, de én úgy gondolom, hogy egy olyan ajánlattal fog majd a cégcsoport előállni, amely a nyírkércsi gazdálkodóknak, az itteni mezőgazdasági agrárvállalkozóknak többletforráshoz, többletlehetőséghez, illetve olyan, mondjuk úgy, hogy piaci szegmenseket fog majd ajánlani, amely eltér a környékbeli településekért, tehát kiemelt támogatásban fognak részesülni a nyírkércsi gazdák. A cégcsoport ajánlatával a nyírkércsi gazdálkodók és agrárvállalkozók kiemelt támogatásban részesülnek. A megállapodás nem csak azokra vonatkozik, akiknek itt van állandó lakhelye, hanem azokra is, akik itt gazdálkodnak. A vakációt követően tömegesen indulnak nyaralni a magyar családok. Évről évre felhívják rá a figyelmet, sokan ugyanakkor még mindig nincsenek tisztában az utasbiztosítás jelentőségével, vagy nem akarnak rá költeni, s végül annak megkötése nélkül kelnek útra. De nem csak utazáskor érhet bennünket baj a nyári hónapokban, ilyenkor a viharkárok is megszaporodnak. Itt is érdemes néhány fontos kérdést tisztázni. Vendégünk Czidor Mihály, a Bíztor Alkusz Kft. Ügyvezetője. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét, köszöntöm én is a nézőket. Kezdjük talán a kellemesebb részével, a nyaralással, utazásokkal. Mikor érdemes külön utasbiztosítást kötni? Belföldi nyaralásnál ennek nincsen jelentősége. Valóban, mert az utasbiztosításnak a nevébe is benne, hogy utasbiztosítás, tehát gyakorlatilag az utasbiztosítás maga a hazánk határainak az elhagyása után lép elsősorban érvénybe. Kivételt képez az, hogyha már célirányosan elindultunk, és már ez az utó benne van. De Magyarországon, mikor nyaralunk, ott teljesen más jogszabályok, teljesen más biztosítások érvényesek, hiszen itt elég a balesetbiztosítás, tanulóbiztosítás, ezek mind elegendő. Mikor kössünk biztosítást? Gyakorlatilag mindannyian alig várjuk, hogy elérkezzen a nyár, hiszen egész évben dolgozunk, végre megpihentünk, jön a napos idő, minden. És itt jön a felelősség is egyben minden egyes utazó számára. Kezdődik azzal, amikor kiválasztja maga a célországot, ahol szeretne menni utazni, ahol szeretné jó érezni magát. Hiszen azzal a célzattal megyen, hogy jól érezze magát. Na, ez minden esetben magába hordozza a kockázatot is, hiszen idegen országban vagyunk, idegen ételeket eszünk, teljesen más a napsugárzása, illetve más környezetben mozgunk. Innentől kezdve ott van egy óriási felelősség, hogy milyen utasbiztosítást kössünk. Tehát amikor elkezdjük szervezni az utazást, akkor kell itt felszínre venni, napirendre tűzni az utasbiztosításnak kiválasztását. Milyen is. Szempontok szerint válasszunk biztosítást? Első az, hogy hova szeretnénk menni. Hiszen maga a távolság és a környező országokban innen nagyon gyorsan bármilyen extra dolog történik, baleset történik, akkor nagyon gyorsan tudunk segítséget kérni, illetve hazajönni saját hazánkba. Minél távolabb megyünk egy ország határon túl, annál rizikósabb az egész, hiszen térben időben elkülönülnek. És itt vannak a különböző szolgáltatások. A szolgáltatásoknál megint figyelembe kell venni a helyi szokásokat, hiszen beszélünk az Európa kártyáról. Nagyon sokan, amikor utasbiztosításra kerül a sor, úgy gondolják, hogy van neki biztosítása, ilyen több bank is a bank kártyához ad egy szolgáltatást, egy biztosítási, utasbiztosítási szolgáltatást. Ugyanúgy az európai kártya is nyújt egy fedezetet. Már hogy ez egy tajkártya. Így van, nyújt egy fedezetet. Na most ennek két hátránya van. Egyrészt a banknak nem ez a fő tevékenység, ő ad egy ilyen plusz szolgáltatást a bankkártya mellé. De a limitelve van, és a limit az eléggé korlátozott. Na most innentől kezdve, hogy kimegyünk Európába, vagy ne adj Isten határon túlra, nem fogja fedezni esetlegesen a kár eseménykör fizetendő díjat. Jön a tajkártya, a kártya maga, a Európa kártya, ami megint ott van, hogy gyakorlatilag az fedezheti, de megint ott kijelölt intézmények vannak. Oda el kell jutni. És a helyi szokásoknak megfelelő szolgáltatást fogja kapni. Meg hát az ETL-kártya, ez betegségekre való. Így van, de a balesetet is lehet vele kezelni. De ehhez most egy utasbiztosítás, podgyász, baleset, egészségbiztosítás hordoz magába. Tehát itt van megint az, hogy miért választottuk. Megint, hogy miért megyünk, és milyen nyaralást választottunk.
hogy gondoljuk, kimegyünk a horvát tengerpartjára, akkor ott, és ott akarok pihenni, feküdni, ott elsősorban Isten igazából három dolog történhet velem baleset oldalról. Minden történhet, de alapvetőleg. Egyrészt ott van napszorás lehetősége, ott van a leégés lehetősége, illetve nagyon sok helyen megvan a tengeri sűn. Ezek a fő baleset források. Ameddig viszont, hogyha egy ilyet választunk. Teljesen más történik akkor, hogyha eleve a célzatunk az, hogy éppensége extrém sportokat akarok művelni. Itt már teljesen más. Alapból benne van, hogy az utasbiztosítás ezt a fedezetet nem biztosítja. Ehhez egy extra kiegészítő biztosítást kell kötni, ez, amely magába foglalja ezt. És összesen 7 biztosító van, és 350 alkusszég van, akik ezekkel foglalkozik. Ha bármelyhez foglalkozik, fordul az utas, akkor mindenütt kutya kötelessége elmondani a kollégának, hogy körülbelül mit javasolnak erre. A döntés mindig az utas, utazóé lesz. És itt jön még hozzá, lehet még balesetbiztosítást, utas a gépjárműhöz is lehet biztosítást, kiegészítő biztosítást kötni. Tehát elég összetett feladat, ezért azt javaslom, hogy kérje vagy biztosítási, vagy alkusz tanácsadónak a segítségét. Nagyon sokat lehet most olvasni a repülőjáratoknak a késéséről, akár nap, egy-egy napot is lehet csúszni. Erre lehet az utasbiztosítást kiterjeszteni? Tehát gyakorlatilag útlemondási biztosításunk van, de maga az utazás biztosítása, ez már maga a reptéri transferbe vannak elsősorban beleépítve. Tehát a repjegyben. Itt már ahhoz tartozó biztosítás. Ez megint egy teljesen más biztosítási mód. Ott viszont van, hogy a podgyász, ha nem érkezik meg időben, vagy itt már megint kap egy gyors segélyt, az adott. Ami még nagyon lényeges, hogyha valaki kimegy, és káreseményet történik, akkor mindenféleképpen legelső a biztosítók foglalkoztatnak úgymondván telefonközpontokat, asszisztens szolgáltatásokat. Első többek között az életmentés és az kárhárítás következő után az, hogy legelőször lépjünk kapcsolatba a biztosítóval. Mert valaki elmegy, lehet, hogy nincs felkészülve arra, hogy több ezer, több tízezer eurója legyen arra, hogy az egészség vagy a baleset ellátás szükséges díjakat fizesse ott a fogadó kórházainál. Viszont, hogyha kapcsolatba lép a biztosítóhoz, ő ott az asszisztens szolgáltatása már megmondja, szakembert küld segítségre, megnézi a legközelebbi lévő fogadó kórházat, egészségügyi intézményt, és helyi szakember fogja segíteni abban, hogy mielőbb orvosi ellátáshoz, egészségellátáshoz érjen. És ugyanúgy a podgyász esetében is, hogyha lopják minden, ott szintén legyen meg a bejelentés, hiszen fogják kérni hozzá az adott papír kárbejelentés és tovább. Még egy fontos kérdés lenne, mi van akkor, ha én okozok kárt valakinek az utazásom alatt? Akár bérelek egy autót, és azzal okozok egy balesetet, vagy bármi történik, ami az én hibámból történik. Lehet ilyen felelősségbiztosítással kiegészíteni? Igen, lehet kiegészíteni, de megint ott van, hogyha bérelek egy autót, akkor a bérlés folyamán már szintén a bérbe adó, szintén felajánlja a lehetőséget, kössök rá biztosítást. Tehát ott a gépjármű biztosításra. De az maga a gépjármű károkozása, így, de hogyha én másik ott embernek okozok kár. Az egy harmadik személynek okozott kár, az benne van a baleset biztosításban, hogyha én egy harmadik személynek okozott kárt. Okay. Térjünk rá a viharkárokra, a lakásbiztosításokra. Olyan extrém időjárások tudnak kialakulni a nyarak folyamán most már, hogy érdemes erre nagyon odafigyelni. Ez így igaz, tehát ahogy megtapasztaltuk, elég a múlt hétre gondolni Tisza-Nagyfalura bújra nézve, ez nagyon-nagyon hozzánk fizikálisan is közel álló területről van szó, ahol gyakorlatilag a palás és egyéb ilyen ingatlanoknak a tetőszerkezetnek a jelentős része megsérült, illetve tönkrement. Tehát amennyire örülünk a melegnek, a nyárnak, ez magában hordozza mindig a veszélyt is, a jégkárt és ehhez hasonlót. Na most, és hát villámárvizek alakulnak ki. Így van, villámcsapásnak az első másodlagos hatása is mindenütt ott vannak. Na most erre szolgál az úgynevezett lakásbiztosítás. Lakásbiztosítással jelen pillanatban 14 biztosító foglalkozik, és ott gyakorlatilag megint csomagokat lehet vásárolni. Alapból a viharkár benne van a biztosításban, viszont vannak különböző extra biztosítások hozzá, hiszen
teljesen más egy egyszerű lakásnál, vagy pedig már nagy üvegfelületet csináltunk, újra szigeteltük a lakást, napelemeket tettünk föl, ezek mind-mind veszélyforrások növekedésével, és ahogy a kényelmünket szolgálja, ugyanakkor meg egy veszélyforrás, tehát egy költség növelő tényezőt is jelent a biztosítási oldalról. Ezért megint ott van a dolog, hogy az elmúlt 2 évben a kormányunk külön figyelmet fordított arra, hogy a lakásbiztosításokat napirendre tűzze, hiszen ezért hozta át, hogy minden egyes lakás tulajdonosnak kötelessége 2 évnél idősebb lakásbiztosítást meg felülvizsgáltatni. Ez elsősorban a biztosítók, az üzletkötőkre tesz kötelezettséget, a tulajdonosnak meg el kell viselni, hogy időzőjelben a biztosítási üzletkötő vagy az alkusz úgymondván zaklatni fogja, mert fel fogja ezzel kapcsolatba hívni. Ugyanúgy kötelessége az alulbiztosítás, mert jelen pillanatban is, ma is hallottam olyat, hogy nem fizet a biztosító megint. Ott jelen pillanatban meg kell nézni mindig a lakásnak a biztosítását, hogy mire terjed ki. Tehát maga a szerződést át kell olvasni, és meg kell nézni, hogy mire terjed ki. És ugyanúgy ott vannak az alulbiztosításnak a paraméterei. Ajánlja a biztosító, milyen négyzetméteri áron kössön, és mekkora négyzetméterre, és mit tartozik abban a lakásbiztosításban, melléképülettől kezdve, a filagóriától kezdve, minden ott van benne, hogy mi tartozik bele. Ha ezeket túllépjük, kárrendezési oldalról, amikor megjelenik a kárszakértő, ezeket fogja először vizsgálni. Az épület nagyságát, a megkötött biztosítának, hogy valóban fedezi ez, tehát valós értékein lett-e megkötve, és ezért ezekben az esetekben is szakemberhez kell fordulni. A kormányunk törekedett arra, hogy segítsen abban, hogy egységes kezeljék a lakásbiztosítási ezeket a károkat. Ezért minőségi fogyasztóbarát otthonbiztosítást ezért tettek kötelezővé, valamennyi biztosító kidolgozta saját maga szolgáltatását erre a termékre, amelyet még külön kedvezményekkel is bővítik ki. De az, hogy mit, mert teljesen más egy egyszerű lakásnak a megkötése, és teljesen más, amikor egy ténylegesen a 21. századnak a talajszondától kezdve mindent alkalmazott technikai, technológiai eszközök, és itt van a villámcsapás is. Gyakorlatilag egy villámcsapás az egész életművünket tönkre tudja tenni. És itt még beszéltünk hozzá a villámcsapás másodlagos hatásai esetében is. Amikor nem látszik semmilyen kár, de túlfeszültség keletkezik, és tönkre teszi az összes elektromos berendezéseket. Jön a következő. Az előbb beszéltünk az utasbiztosításról, utazásról. Elmenjünk kirándulni. Na most elmenjünk 2 hétre üdülni, történik egy káresemény. Hazajövünk, le van olvadva a hűtőnk, tönkrement a hűtő tartalma, és nem működik egyetlen elektromos technikai berendezésünk se. Megcsináljuk a kárberendezést, a kárbejelentését, hiba bejelentését. Biztosító kéri az időkép Kft.-nek a szolgáltatását. Mi történt akkor? Én leírom, hogy 10-én volt a viharkár, azt tönkretette. Lehozza az időkép Kft., hogy napos idő volt, nem volt vihar a közelbe se. Köszönöm szépen, elutasíthatja a kárt. Ezért fordulunk mindig szakemberhez minden esetben, hogy nézzük meg, mert ugyebár mikor, nem tudom, akkor írjuk be. És a további részleteket is így a szakember van. Fogja elmondani nekünk. Tidor Mihály, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Az előző tanévben 20 alkalommal kellett intézkedniük az iskolaőröknek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Jelenleg több mint 60 iskolaőr teljesít szolgálatot 68 oktatási intézményben. Az elsődleges cél, hogy jó kommunikációval megelőzzék a biztonságot veszélyeztető cselekményeket, ám ha szükséges, kényszerítő eszközöket is alkalmazhatnak. A 2020-2021-es tanévtől találkozhatunk országszerte, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is iskolaőrökkel a köznevelési és szakképzési intézményekben. A rendszer bevezetésének célja az volt, hogy a prevenció eszközeivel tartsa fenn a rendet az adott iskolában. A legutóbbi tanév azt igazolta, hogy szükség van az iskolaőrök munkájára, és sikeres a rendszer. Erről is szó volt a Nyíregyházán megrendezett szakmai fórumon.
68 intézmény ezt a programban részt az idei tanévtől, vagy a tavalyi tanévtől. Jelenleg 67-en vagyunk egyébként iskolőrökkel, úgy 67 iskolőr teljesít szolgálatot. Egy igazából komplex feladat az övék, hiszen egyrészt a prevenció eszközeivel kell fellépni, tehát meg kell előzni, a megelőzésen van a hangsúly, de ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy 20 intézkedés volt, amit fogalmatosítottak a tanév során. Ez egyébként egy komoly növekmény, hiszen a tavalyi tanévben 6 volt összesen. Igaz, hogy 33 új intézmény csatlakozott a programhoz, de ez azt jelenti, hogy aktívak az iskolőrök, közbelépnek, hogyha kell. Ez lehet iskolai intézkedés, de lehet olyan intézkedés is, hogy mondjuk például mentőt hívtak az adott gyermekhez, mert olyan probléma merült fel. Szóval ez egy összetett, összehangolt munkát igénylő tevékenység. Nyilván vannak olyan erőszakos garázda magatartások, amelyeket meg kellett fékezni az őnek, szét kellett választani a gyerekeket, összeverekedtek például, hogy a szülők estek egymásnak. Erre volt ugye példa, de igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ezek is rendeződtek, tehát nem volt különösebben komolyabb sérülés. Igazából dolgos hétköznapok vannak, nincs kiemelkedő esemény, de tenni kell, amikor tenni kell valamit. Elszórt az intézkedések száma. Nyilván Nyíregyháza viszonylatában talán többet beszéltünk, a Nyíregyháza kapitányság területéről beszélek, hiszen itt 20 iskola csatlakozott a programhoz. Értelemszerűen itt matematikailag is nagyobb az esély rá, hogy szükség lesz az ő munkájukra, bármint az intézkedés terén. Forma-forma nagyjából mindenütt egy arányában egyforma intézkedésekre került sor. Az iskolaőr intézkedési jogosultsága azonban csak a nevelési oktatási intézmény területére terjed ki tanítási időben. A kényszerítő eszközök közül kizárólag testi kényszer, vegyi eszköz, rendőrbot és bilincs használatára jogosult meghatározott esetekben. Bár elsődleges cél, hogy megfelelő kommunikációval biztosítsa a tanulók és az intézmény dolgozóinak biztonságát, az azt sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza. Átesnek egy képzésen, amivel próbálja kihozni a legtöbbet belőle, de nyilván a legtöbbet majd az iskolában tanulják, ezt el kell ismerni. Mindenképpen jó kommunikációs készséggel kell rendelkezni, nyilván kell egy bizonyos szakmai tudás, amivel fel kell, hogy vértezve legyen, hogy mikor mit intézkedjen, mit tegyen, illetve hát kell egyfajta tolerancia és türelem a diákok, a gyermekek, a pedagógusok, az intézmény vezetése felé. Kicsit el is kell adni magát tulajdonképpen az iskolába, de azt gondolom, hogy ez nem jelent problémát az őreink számára. Az iskola fenntartó kezdeményezésére érkezhet az adott intézménybe iskolaőr. Ezért van az, hogy nem minden oktatási intézményben találkozhatnak a gyerekek iskolaőrrel. Az elmúlt évekhez képest is nagyobb lendületet vett a turizmus az év első felében Magyarországon. A külföldi vendégek száma 29, az általuk itt töltött vendégéjszakák száma 21%-kal emelkedett egy év alatt. A belföldiek esetében ez a szám 10, illetve 5,1% a KSH közlése szerint. A várakozások szerint akár a 2019-es rekordévet is túlszárnyalhatja idén az ágazat. Vendégünk a témában Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! KSH adatokat említettem az idént, és nyilván ez országos adat. Hogyan állunk a megyében? Azt kell, hogy mondjam, hogy a KSH adatai azok nem mindig frissek, vagy nem mindig a legfrissebbek. Itt a legfrissebb mutatószámokat vagy a kollégáktól lehet beszerezni, amely természetesen a szövetségi szinten nincs teljes rálátásunk a teljes szegmensre, vagy éppen a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a real-time adatait lehet figyelembe venni, de itt is egy picikét billeg a statisztikai mutatóknak a mennyisége, illetve a minősége, ugyanis nem mindenki csatlakozott még be ebbe az ENTAK nevezetű hatalmas nagy rendszerbe, amely napi szinten másodperc alapon tudja mérni, számlálni, hogy éppen melyik szállodában vagy étteremben mennyi vendég van. Tény is való, hogy az elmúlt évekhez képest pozitív irányú elmozdulás van. Én ilyen számháborúban nem mennék bele, hogy 29 vagy 30 vagy 5 vagy esetleg plusz-minusz nulla ez a szám, de hogy látszólag elmozdulás van fölfelé, pláne most van mindenkiben egy jókora druk, ugyanis az időjárás is kegyes, nem úgy, mint tavaly. Vendégek talán jobban hozzányúlnak a programok miatt, rengeteg szabadtéri program van, ilyen visszajelzések jöttek, hogy azokon a településeken, kisebb-nagyobb városokban, és itt nem kimondottam Budapestről vagy a Balatonról beszélek, ami egyébként egy húzó része most jelen pillanatban a turizmusnak Magyarországon, rengeteg kisebb-nagyobb rendezvény van, ami az ott élőket, illetve a környékbelieket mozgatja. Az, hogy mennyi költés van e mögött, és mennyi ezeknek a turistáknak a napi költése, ezt így fejből nem tudom megmondani, és nem is tippelném meg. Egy biztos, hogy nettó árbevétel növekedése volt az elmúlt fél évben a szállodáknak, az éttermeknek, de hogy ebből mennyi eredmény realizálódott, ezt majd valamikor az év végén fogjuk tudni majd megmondani, illetve majd a jövő év elején, amikor majd elemezzük ezt a 2024-et. A 2023 az eredményekben nem volt nagyon rózsás,
egy óriási várakozás van mindenki előtt, mindenki tekintetében több vendéget szeretnénk vendégül látni ebben az évben, mint amelyet tavaly tettük. Turisták nagy részben, külföldi turisták nagy részben Budapestet látogatják, itt a sportrendezvényeknek, illetve rengeteg zenés rendezvénynek a hasznát élvezi most Budapest, illetve megjelentek azok a luxus szállodák, azok a luxus éttermek, amely egy a felső réteget mozgatják meg, ahol azok a diszkrecionális jövedelmek nem okoznak gondot, amely mondjuk egy közép vagy egy alsó rétegből építkező társadalmi csoportnak. Mi a helyzet a közepes kategóriájú szállodákkal vagy turistaszállásokkal? Egyáltalán milyen típusú nyaralásokat preferálnak a magyarok? Hát most a kempingek azok újra aranykorukat. Igen, hát a reneszánszát vagy aranykorát élik. Rengetegen mennek kempingbe nyaralni, és veszik ezeket a szolgáltatásokat igénybe. Strandok kivételében még nem indult el teljes mértékben a szezon, részben vagy egészben nyitottak, de még egyes szolgáltatástípusokat nem lehet igénybe venni, illetve nagyon sok olyan észrevétel érkezik, hogy ezekben a szabadon vagy belépőjeggyel értékesített strandokon, vagy pihenőhelyeken megjelent nagy tömegével a hűtőtáska újra, ugyanaz, mint a 80-as években volt mondjuk a Balatonon, és abból étkeznek az odaérkező vendégek, turisták, ezért ebből kifolyólag ez ilyen egyenes arányos, hogy sokkal kevesebben látogatják akár a büféket, vagy akár az éttermeket. A szállodákból a egy-kettő és három csillag környéke, ez kevésbé látogatott, a négy, illetve négy csillag szuperior és az öt csillag, ez viszont magasabb számokat hoz az átlagnál. Mennyire terheli még az ágazatot a rezsiválságnak az utózöngéje? Milyen költségekkel vagy extra költségekkel kell számolniuk a vállalkozásoknak? Igen, most nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, hogy lehet ebből a negatív eredményből, vagy plusz-minusz eredményből egy jókor eredményt kihozni, és itt egyenesen azt tűnik ki, hogy azok a szerződések vagy kontraktok, amiket kettő és fél évvel ezelőtt, ugye a háború előtt, de már a válság után kipattant energiárok mutattak, azokat mi aláírtuk, vállalkozások. Van, akinek tavaly decemberben járt le, van, akinek most júniusban fog lejárni a szerződés, van, akinek évvégén, sőt, mi több, vannak olyan megkötött szerződések, nagy szerződések, magas áron megkötött szerződések, amik jövőnyi májusában járnak le, vagy valamikor a fél évnél lehet majd szolgáltatót váltani, és piaci ár, vagy tőzsdei ár, környéki árat belőni, hogy ezek azért 10-15-szörös ára a normál áraknak, és hát ez megkeseríti a vállalkozások mindennapjait, illetve hát 2,5-3 évvel ezelőtt kiigazodtak az árak, a bérek itt Magyarországon, a bérek tekintetében, és az a bérteher, ez az energiateher, a Covid, a post-Covid, most pedig a post-energia árak, vagy a post-válságnak a hatásai, még ráépítkezik a háború, amely itt van a keleti szomszédunknál, ez mind a turizmus negatívan befolyásolja, és ez a rendszer, amiben mi dolgozunk, mi élünk, ez a turizmus, ez egy nagyon vékony pengélen táncol folyamatosan az elmúlt 10 évben, itt egy rossz fuvallat elég ahhoz, hogy egy vállalkozás tönkre menjen, vagy a teljes szektort megmozgassa. Hányan estek ennek áldozatul? Hát számszerűen nem tudom, de nagyon sokan. Hála jó Istennek, amit lehet mondani, hogy amennyien tönkrementek, ugyanannyian vissza is jöttek a piacra. Ha számszerint nem is pontosan ugyanannyian, de körülbelül azt lehet mondani, hogy vendéglátóegységből nincs hiány. Amiből hiány viszont van, az a munkaerő, és mindenhonnan ezt kapjuk vissza, ezt igazolják vissza, hogy hiába zártak be az éttermek, az a munkaerő többlet, ami akkor keletkezett, ez még sincs meg sehol. Tehát valahova eltűnt, pályáhagyók lettek, elhagyták az országot, máshol vállalkoznak. Másfajta szektorba vetették a bizalmukat. Ez egy óriási probléma. Szövetségi szinten mi most elindítottunk egy életpályamodellt kimondottan a fiataloknak, és azt szeretnénk, hogy újra visszahozzuk a szakmának azt a
azt a jövőképét, azt a mi voltát, amiért megérte szakácsnak, megéri felszolgálónak lenni, vagy megéri cukrásznak lenni, és az most mindegy, hogy a háttérben vagy a fronton dolgozik valaki, ebbe a szakmában egy nagyon-nagyon nehéz szakma, mi mindig akkor dolgozunk a legtöbbet, amikor más pihen, de pontosan ez a szépsége, és mivel kiigazodtak a bérek ebben a szektorban, azért megéri ebbe a szektorba dolgozni és munkát vállalni. Azzal együtt, hogy azért ez nyilván egy nagyon érzékeny szektor, hiszen a társadalmi változásokra azonnali választ vár, hiszen ez az a terület, amiről legkönnyebb lemondani egy családnak, ha szűkül a büdzsé. Hát igen, mert hogy a turizmus az, ami nem egy létforma, itt nem muszáj, nem kötelező részt venni benne, és pontosan ez az a jövedelem típus, amely megakadályozza azt, hogy minél több ember nyaraljon, vagy minél több ember el tudjon menni hétről hétre étterembe, és talán azt a éttermi kultúrát megtanítani a gyerekeknek, a gyerekeinknek, az ők gyerekeinek, vagy éppen az unokáknak, hogyha itt a szilver turizmusról beszélek, ami ahhoz kell, hogy ha elmegyünk Nyugat-Európába, vagy elmegyünk bárhova, akkor tudjuk azt, hogy mi az kisebb villába lenni, vagy mi egy éttermi kultúra, vagy hogy kell elfogyasztani jó minőségben egy jó mennyiségű italt, az elegendő mennyiség, tehát sok-sok minden van, ami a kultúránknak a része, és az akarva-akaratlanul ez az elmúlt pár évben ez kezd alább hagyni, ez a lelkesedés idézőjelesen. De valahogy soha nem is volt igazán, tehát a magyar az nem volt egy olyan igazán étterembe járó nép. Talán az utóbbi évtizedekben egy picit kezdett ez fellendülni, most meg úgy tűnik, hogy... Hát, hogyha a 80-as években gondolkodom, amikor én még nagyon kicsi gyerek voltam, akkor... Hát az éttermek, a kisebb-nagyobb kifőzdék, ezek reggeltől estig tele voltak, hangos cigányzene volt mindenhol, tehát egy igazi élmény, egy kulturális fészek volt minden egyes étterem. A saját maga kis hiányosságával, vagy magyaros ételkínálatával, de nagyon sokat változott a szakma 2020-ban, amikor a Covid beköszöntött, ott volt vége annak, ami addig volt, akkor volt egy nagyon széles sávú is nagyon sokak által elolvasott jegyzet, amelyet jegyeztem, és ott volt benne egy olyan mondat, hogy ami eddig a vendéglátás volt, az a múlté, ezt el kell felejteni, és egy teljesen új vendéglátást kell építeni Magyarországon. Kisebb-nagyobb sikerrel ez végbe fog menni hamarosan. Hogyan lehet ezt jól csinálni? Hát a szolidaritás az nagyon-nagyon fontos. Tudni kell, hogy hol a határ a szolidaritásban, a kollégák irányultságába. Ami most nagyon fontos, az energiaracionalizálás, az, hogy napenergia, hőcserélő állomások, hogy ne legyen függőség az energiaszektortól. Olyan alapanyagokat kell betennünk az étlapra, amelyet tudjuk, hogy honnan jött, hova ment, mikor történt ennek a teljes feldolgozása. Legyen minden egyes étel mellett, vagy egy szállodának egy sztoria, amit el tud mondani, és talán vonzóbbá tudjuk tenni. Sokat oktatunk egyetemeken, és mindig csak ezt a bizonyos 7P-t marketing oldalról tanítjuk, de azért én azt szoktam mindig mondani, hogy van egy 8. P, ez a lila tehénnek az esete. Bizonyára mindenki előtt ott egy kép, van a fekete-fehér tehenek, és megjelenik a háttérben egy lila tehén, és senki nem a sok tehenet vesz észre, hanem azt az egy lilát. Hát legyünk mi is ezek a lila tehenek, legyünk más a többiektől, különböztessük meg magunkat, és ettől sikereket fogunk elérni, és az nem csak a duma kategória, hanem ez így is van, ezt saját vállalkozásomon tudom mérni a legjobban, hogy minden egyes olyan apró, picike kis túlvállalás, amitől meg tudom magam különböztetni a többiektől, ez hosszú távon, rövid-hosszú távon is hasznokat nyújt, és nem csak remélni lehet, hanem az a bizonyos plusz-minusz nulla eredményesség, ez jócskán pozitív irányba billenthető ezekkel. Kriven Csendes, én egy nagyon jó szezont kívánok az egész ágazatnak. Nagyon köszönöm, átadom személyesen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!